férfiak bajnoki elsősége és várható feljutása mellett az utánpótlásban is remek eredményt ért el a Tungsra Mese Nagykanizsa. Az U14-es leány kézisek kiegyensúlyozott teljesítménnyel nyerték meg a regionális pontvadászatot, amelyben Somogy, Veszprém és Zala megye csapatai szerepeltek. Augusztusban kezdte meg felkészülését a nagy menetelésre a Tungsrom korosztályos gárdája, és a kemény munka május végére kifizetődött. A nagykanizsai fiatalok az alapszakaszban mind a 12 mérkőzésüket megnyerték, és elsőként jutottak be a rájátszásba. A bajnokság második szakaszában két vereség ugyan becsúszott Tóth László tanítványainak, akik az utolsó fordulóban így is megszerezték a bajnoki címet. Zalaegerszegen rögtön az első mérkőzésünket, a Szombathely csapatától szenvedtünk vereséget. A társaság nagyon kis hitűen lépett a pályára, ezután azonban sikerült rendezni a sorainkat, és Zsinórban nyertük a további mérkőzéseinket, ahol már a védekezésünk is, támadásunk is nagyon jól sikerültek. A csapat gerince évek óta együtt játszik. Tirászi Tamara, a gárda beállósa úgy véli, a vereségek okozta holtpontokon az egységesség és edzőjük mentalitása juttatta őket túl. Nagy álmom volt, hogy egy bajnokságot nyerjünk. Sajnos voltak hibáink, de ezeket igyekeztünk korrigálni, és végül sikerült is, hiszen megnyertük a bajnokságot. Az alsó házat ugye veretlenül nyertük, mint ahogy már említetted, ennek kifejezetten örültünk. Sajnos felsőházban volt két meccsünk, amit elvesztettünk, de végül a csapat akaratereje és az edzőnek köszönhetően megnyerhettük a többi mérkőzésünket. A bajnokcsapat a 2022-23-as szezonban már egy korosztállyal feljebb az U15-ös pontvadászatban próbálhatja meg megismételni sikerét.